Nem kevesebb, mint 9,5 tonna papír gyűjtöttek össze a közelmúlt egyik ilyen akcióján a Gyaki 5-ös számú iskolájának diákjai. Blága Petra a későbbi győztes, a 7. A-osztály diákjaként szerényen nyilatkozott, de szavaiból is kiderült, akárcsak a tanuláshoz, a papírgyűjtéshez is nagy szükség van a szorgalomra. Most csak 3-mal hoztam, 3 köteggel, de még majd jövök vissza szerintem. A diákok közül jó páran szülői segítséget is igénybe vettek. Így tett Semsei Amanda is. Anyukám hozott a Lidlibe, meg hát, ahogy hozták a papírt, mi meggyűjtöttük össze. Mennyit sikerült eddig összeszedni? Azt pontosan tudom. Szigeti Norbert és osztálya korában többször is nyert. Őt a sikertitkáról kérdeztük. Előre 3 hónappal elkezdjük gyűjteni. Minden általunk megkérdezett fiatal tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mi történik a papírra azután, hogy ők összegyűjtötték. Újra feldolgozzák, szétdarálják és újra hasznosítják. A tagintézmény vezetője szerint ez nem véletlen, hiszen ennek a programnak éppen ez, vagyis a környezettudatos magatartás erősítése a célja. Környezetvédelem szempontjából nagyon fontos, hogy megismerkedjenek az újrahasznosítás fogalmával a gyerekek, tehát azért is szoktuk minden évben gyűjteni, hogy a környezettudatos magatartásra neveljük őket ezáltal. Másrészt pedig azt gondolom, hogy nem kis dolog az a bevétel, ami az osztályok kasszáját gyarapítja ezáltal. Egy ügyesebb osztálynak egy ilyen alkalommal több mint 50 000 forintja is összejöhet. Az őszi esemény mellett a diákok tavasszal is gyűjtenek, ez az összeg tehát meg is duplázódhat. A papírgyűjtés ideje alatt a lakótelep és a környéke azokat az időket idézi, amikor egy-egy ilyen program még nagyobb jelentőséggel bírt. Ezen a napon, meg itt a héten már a papírgyűjtés napja előtt, azért én úgy gondolom, hogy a lakótelepen, meg itt a környékén jó néhány helyre bekopogtattak és elkérték a papírokat, tehát ez azért most is jellemző, meg így tanítás után, így most 2 óra után azért elindulnak, és hát biciklikre pakolva egyéb ilyen kis tolikocsival hozzák a papírokat a házaktól is. Az iskola diákjai tehát összesen 9,5 tonna papír gyűjtöttek össze.